Mik a drogok? Ez a kérdés magától értetődőnek tűnik, de hamarosan rá fogsz jönni, hogy bonyolultabb, mint gondolnád. Amikor az emberek drogokra gondolnak, többnyire injekció, por, növények, folyadék jut eszükbe. Valójában ezek csak azok a formák, amelyekben az emberek a drogokat használják, de nem sokat mondanak el arról, hogy mik is a drogok valójában, és hogyan különböznek azoktól az egyéb dolgoktól, amelyeket fogyasztunk, mint például a paradicsom vagy a kenyér. A legszélesebb értelemben véve, minden anyag drog, ami hat a szervezetünk és az elménk működésére. Egyes drogok pszichoaktív drogok, ezek az agyunk működését befolyásolják. Olyan kulcsokhoz hasonlóak, amelyek speciális zárakhoz kapcsolódnak az idegsejtjeinkben, ezeket pedig receptoroknak nevezzük. A pszichoaktív drogok befolyásolják bizonyos a szervezetünk által termelt molekulák kiválasztását, amelyek a hangulatunk, a viselkedésünk és az érzékelésünk befolyásolásáért felelősek. Ugyanakkor egy csomó más dolog is befolyásolhatja az agyunk működését, például az evés, hogyha szerelmesek leszünk, vagy ha biciklire ülünk. Ennél fogva aztán függővé válhatunk viselkedésektől, sőt, akár emberektől is. A pszichoaktív drogokat különféle csoportokba oszthatjuk. A stimuláns drogok, mint amilyen az amfetamin vagy a kokain, növelik az ébrenlétünket és az energiánkat. Ezzel szemben a depresszáns drogok, mint amilyen a heroin vagy az alkohol, csökkentik az ébrenlétet, megnyugtatnak és elbódítanak minket. A pszichedelikus drogok megváltoztatják azt a módot, ahogyan felfogjuk a valóságot, és akár misztikus élményeket is átélhetünk a hatásuk alatt. Fontos azonban tudni, hogy a határok nem mindig egyértelműek. Az alkohol például egyaránt hat-hat stimuláns és depresszáns drogként is. Amit fontos megértenünk, hogy akár ugyanazok a drogok is különféle módon hathatnak ránk, és ez három tényezőtől függ. A set, a setting és a dózis. A set a mentális, fizikai állapotunkat, várakozásainkat, beállítottságunkat jelöli. A setting az a környezet, amiben a drogokat használjuk, beleértve azokat az embereket is, akikkel a drogot használjuk. A dózis azt jelöli, hogy mennyit használunk az adott szerből. Akár egy ezek közül a tényezők közül is, még a legártalmatlanabb drogot is halálossá teheti. Így például, hogyha túl sokat iszunk belőle, még a víz is mérgező lehet. Az ókori görögök tudták ezt. Az ő szavuk a drogra, farmakosz, egyaránt jelentett mérget és gyógyszert is. Ezen kívül még azt az emberi áldozatot, bűnbakot is jelentette, akit kiűztek a sivatagba azért, hogy megtisztítsa a közösséget a bűneitől. A drogok jelentése tehát már az ókori időktől kezdve ellentmondásos volt. Manapság a legtöbb drogot egyaránt használják gyógyászati és rekreációs szórakozási célból. Így például a cannabis egyaránt alkalmas arra, hogy kezeljük vele a szklerózis multiplex betegséget, de arra is, hogy egy nehéz, stresszes nap után relaxáljunk. Az MDMA egyaránt alkalmas a poszttraumatikus stressz szindróma kezelésére, de másrésztről pedig, amikor táncfesztiválokon fiatalok használják, extazinak nevezik és illegális szernek minősül. Az Adderall egy gyógyszer, amelyet a figyelemhiányos zavar kezelésében alkalmaznak, kémiai struktúrájában alig tér el a metamfetaminétól, ami egy illegális szer, és amelynek a fogyasztóit a törvény bünteti. A különbség nem az anyagok kémiai struktúrájában van, hanem abban a felfogásban, amit az emberek róluk alkotnak. Sok ember azt hiszi, hogy az illegális szerek veszélyesebbek, mint a legális drogok. De ez nem így van. David Nutt professzor és kollégái bevizsgáltak 20 népszerű legális és illegális szert, és arra a meglepő eredményre jutottak, hogy a legnépszerűbb legális szerek, például a dohány vagy az alkohol veszélyei jóval nagyobbak, mint a legtöbb illegális szeré, így például a cannabisé vagy az extazié. Vajon miért van mégis akkor az, hogy egyes szerek legálisak, míg mások nem? A következő adásunkban elmondjuk. Oszd meg ezt a videót minél több ismerősöddel, lájkold a Drog Reportert a Facebookon, és kövesd a sorozatot.